nem arról szól a történet, hogy azt kell néznünk, hogy egyéni pártpolitikai érdekek mentén hogy alakul az ország, hanem a politikusok fogják föl, hogy igenis élnek ebben az országban olyan emberek, akiknek segítségre van szükségük. Vannak alkoholisták, vannak lakhatási szegénységgel küzdők, vannak kábítószerfüggők, vannak kilakoltatottak, vannak diákok, rengetegen vagyunk, akiknek segítségre van szüksége, de nem szorulhat perifériára csak azért, mert egyéni pártpolitikai érdekek mentén halad az ország. Fogjunk össze! És mutassuk meg azt, hogy miénk az erő! És gyakoroljuk pressziót a politikusokra azért, hogy lássák, hogy igenis itt vagyunk! És mutassunk példát!